Uliskovics Bazil 1969-ben született a kárpátaljai nagyszőlősön. 2 év orosz katonaság után Budapesten diplomázott a képzőművészeti főiskola festőszakán. Életének az egykori Szovjetunióban töltött első 20 éve a mai napig meghatározza művészetét. A figuratív képei mögött megbújó narratíva személyes és kollektív egyszerre, a képein megjelenő figurák általában fiktív személyek, mégis az ismerősség érzetét keltik. A Duliskovicsra oly jellemző narratív szál mellett egy-egy sorozatát a különféle technikákkal való kísérletezés, a projektszerűen alkalmazott ötletek jellemzik. A hagyományos olaj vászonképek mellett a fától az üvegen át a gipszig rengeteg anyagot használ. Az utóbbi években a valóság és a fikció közötti átmenetek foglalkoztatják. Tehát azért nekem jutott rendesen a Szovjetunióból, tehát a Kárpátalja azért nem Oroszország, tehát ez egyrészt Ukrajna, másrészt Ukrajnán belül is egy szofisztikált kis hely, mert hogy közel van Magyarország, imádják, tehát nagyon-nagyon népszerű volt akkoriban legalábbis, tehát nagyon sokan szerettek ott letelepedni. Hát nekem az a, tehát én ott születtem és ott éltem 20 évig, tehát nekem Kárpátalja a hazám, vagy hogy mondjam. A nagyapám vagy a nagyapámat próbálja így nekem legalábbis magyaráz, az a címe, hogy Feltöltés, mindig kivitt a Tiszára, ez az egyik, mindig magyarázott, tehát ő történész és iskolaigazgató volt, és hát ilyen hasonló mozdulatokkal próbálta, és egy ilyen posztamensre raktam föl, Jegenyefa sor elé. Nem azt mondom, hogy miatta lettem festő, de ő például így ezerrel támogatta ezt a dolgot. Most már nem érti azt, amit csinálok, tehát nagyon, nagyon büszke rám, meg de tehát a festményeimet nem igazán tudja értékelni. Семь лет назад я познакомился с Базилем. И первое, что я помню с этой выставки, я подумал, как современно, как интересно. Есть художники интересные, но они современные, но они часто скучные. А Базиль, он не скучный. Он один из немногих современных художников, который, я думаю, останется в истории искусства Венгрии. Párhuzamos valóságok. Úgy jött ez a címadás, hogy én mindig játszok ezzel a valóság dologgal. Tehát akár a nagyapámat festem meg egy másik helyzetbe, ami most konkrétan ez a kiállításon is volt az a kép, ahol a nagyapám a barátjával egy ilyen makett előtt ücsörögnek, és hogy ez nem volt. Ez nem volt, ez úgy függ össze a nagyapámmal, hogy ugye a nagyapám meg a folyó. És ez már többször előjött, de az nem érdekes, hogy ez a nagyapám, ha akarom. Viszont egy átverés, mert tehát tényleg valóban a nagyapámat festette meg, tehát a nagyapám az egyik figura, és tényleg a barátja a másik figura, viszont sose vizsgáltak ők ilyen folyóáradást maketten, tehát hogy ők ezt így nem csinálták soha, de mégis
ha én ezt nem árulom el, és az a kép címe, hogy nagyapáik a folyó áradását modellezik, akkor ez, az elkezd működni egy néző. Egy néző ezt úgy gondolja, hogy ez valóban, tehát hogy ez van. Akár azt gondolhatja, hogy ez egy fotó után készült dolog. Ezen a kiállításon minden kép így készül. Akkor ott ekkora volt a bátyám, el volt törve a kezem, most nem tudom, 42 éves, nincs eltörve a keze, tehát hogy azért nagyapám se fog így beállni, egyébként is soványabb sokkal, ha is már nem bír. Szóval, hogy modell, mint olyan. Most ez nem portré, tehát azért is tudok megszabadulni, mert tehát valójában persze a nagyapám, de nem az. Tehát mondjuk lehet ez egy... Nekem ezek inkább ilyen helyzetek. És tehát például senki nem mondta a sorozatról, tehát ami lejött inkább az embereknek, vagy olyanokat hallottam vissza, hogy, tehát, hogy ilyen töményen, vagy ilyen sok képen egybe magányt ő még nem látott. Tehát ez például eszembe se jutott. Technikával dolgozik, amit még eddig soha életében nem használ. Üvegre fest, fordítva készíti el a képeket, ezért is a kiállítás címe vice versa. Mivel, hogy üvegre árakhatom, hátuljára kell, minden fordítva. Ja, hogy irány simán rárakhatom. És akkor hátul, nagyjából. Szemű valaki, és az, hogy virtuóz, és nagyon, nagyon ért a festészethez, az egy dolog. Mert sokan értenek hozzá, és sokan virtuózak, de senki nem tudja ilyen sajátos szemszögből mutatni ezt. Látszik rajta az az eszeveszett precizitás, a napi 4-5 órás tanulási folyamat, amit ugye a szakközépiskolában, amit még Gugulváron járt, illetve már itt a képzőművészeti főiskolán tanult. Különböző oldalakról tudok megközelíteni egy bizonyos témát. Tehát van, amikor a technika dominál, akkor az a kihívás. Tehát ilyen például az üvegfestmény is. Van, amikor valamilyen téma izgat, akkor ahhoz igazítom a technikát. Ez egy nagyon-nagyon nehéz technika, tehát fordítva festem meg a dolgokat. Ugye, tehát az agyadban meg kell, hogy forduljon a kép. Bazilt imádom, istenítem, képet akarok venni tőle. Ez az egyik kedvenc képem. Tehát, hogy én soha nem látom a végét a festménynek, tehát, hogy az majd hogy fog kinézni. Én hagyom a képet dolgozni. Most ennél az üvegtechnikánál ez pont, hogy nem lehet. Itt nem lehet majomkodni, szóval ez nem egy olajfestmény. Nézd, ez egy nagyon hálás szerep festőnek lenni, akárhogy nézzük. Tehát legalábbis mindenki ezt gondolja. Ugyanakkor egy borzasztóan nehéz ügy, illetve hát ezt kevesen tudják, hogy
tehát tényleg jó képet csinálni borzasztóan nehéz. És nincs recept, tehát hogy nem, egyszerűen nem lehet tetten érni, tehát egy jó képet, egy rossz képtől, tényleg valami, tehát nem kell sok hozzá, és azonnal jó lesz, vagy zseniális a kép. És nem tudod, hogy mi az. Tehát nekem tényleg van hitem, tehát én tényleg hiszem, hogy ez a dolog, most nem konkrétan, amit én csinálok, hanem amit mi művészek csinálunk, ez kell, és hogy ez nagyon jó. És én hiszem azt, amit a nagyapám is mindig szokott mondogatni, hogy enélkül nem működik a világ. És ez egy mozgató rugó, tehát hogy persze engem nem kell nagyon rúgdosni, hogy csinálják valamit, de szóval, hogy kételyek mindig vannak, tehát mint az André Rubio filmben. Tehát, hogy amikor így azt gondolt, hát minek? Tehát, hogy ez kinek? És aztán mégis átlendülsz, és ez elkezd működni. És tudod, hogy neked ez nem kellenek emberek, ez egy magányos műfaj. Kell egy műterem igazából, ahol mindent meg tudsz oldani, és jól érzed magad ebbe a történetben.